már 5. alkalommal hirdettek felvételt, a Széchenyi István Egyetem és az MNB Alapítvány együttműködési és támogatási szerződési alapján létrehozott doktori képzésre, amelynek a Bölcsvár épülete ad otthont. A nemzetközi hírű iskoláról vezetője dr. Komlósi László professzor úr osztja meg most velünk a legfontosabb tudnivalókat. Az egyetem vezetés bátorsága volt az, amely 2015-ben úgy döntött, hogy egy sikeres regionális és gazdálkodás tudományi doktori iskolába egy második programot is elindít, megalapít és elindít, és ez pedig a gazdálkodás és szervezés tudományi program, ami angol nyelvű, és már a kezdetek óta az volt a filozófiája ennek a programnak, hogy komplex társadalmi problémákat dolgozzanak föl doktorandusz hallgatók. A transzdisziplinaritás metodológiájával, és már az induláskor megkaptuk azt a támogatást a MNB alapítványtól, hogy segíteni fogják a képzési folyamatot. A siker fokmérője az lesz, hogy ők megelégedettek lesznek-e azzal, amit a kutatásuk során probléma megoldásként előhoztak. Az első három hallgatónk, aki végzett, az kiváló teljesítményt mutatott. Nem véletlenül, hogy ők azok, akik legelőször ugye oda kerültek, erre a szintre elértek, hogy véthessenek. Egy indiai kollégánk volt az első, aki egy nagyon komplex és érdekes tematikát dolgozott fel, ami a mai világunkban nagyon is fontos, az pedig a fenntartható fejlődés, a fogyasztói társadalomnak a pozitív és negatív oldalai, és természetesen a klímaváltozással összefüggő társadalmi viselkedés. Nekünk is, az oktatóknak, a professzoroknak nagy kihívás az, hogy teljesen új problémákkal nézzünk szembe, együttműködve a hallgatóinkkal próbáljuk megoldani ezeket a kérdéseket. Meg kell értenünk a problémák természetét, fel kell tárni a szakirodalomba az eddig megadott lehetőségeket, és meg kell keresni azokat az újdonságokat, amivel az adott probléma tovább gördíthető, tovább vihető, és értékes megoldásokat fog adni. Én azt hiszem, hogy talán a legfontosabb az, hogy egy állami egyetem, amely nyilván a magyarországi felsőoktatási törvény által meghatározott doktori iskolákkal rendelkezik, hogy ezek a doktori iskolák fel tudják vállalni azt, vagy meg tudják keresni azt a lehetőséget, hogy vagy a gazdaságban, vagy az iparban lévő partnerekkel együttműködve egyrészt, másrészt pedig olyan finanszírozási lehetőségeket keressenek meg és használjanak fel, mint például a mi esetünkben, a mi programunknál a MNB alapítvány támogatását élvezhetjük. Az élvezhetjük az azt jelenti, hogy a hallgatóink nemzetközi konferenciákra utazhatnak, nagyon-nagyon segíti őket a szakirodalmak és a könyvek beszerzésébe, a zökkenőmentes tanulmányaik végzésébe, tehát mind az egyetem, mind pedig az alapítványi támogatás egy összefogást jelent, és én azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ez egy új modell, egy új minta, amely biztos, hogy követhető a jövőben több egyetem számára is. Tényleg az a legnagyobb siker, hogyha a hallgatóik nem csak a diplomát szerzik meg, nem csak a doktori fokozatot szerzik meg, hanem úgy érzik, hogy érdemes volt itt tanulni, érdemes volt ezt a néhány évet, néhány kemény évet belefektetni abba, hogy kutatást végezzenek, és a saját helyükön, a társadalomba elfoglalt helyükbe egy olyan értelmiségi látásmódra tesznek szert, ami kritikus, ami módszeres, ami a jobbítás irányába megy. Azt hiszem, hogy ennél többet nem kívánhatunk mi, oktatók, kutatók, pedagógusok, ezért vagyunk ebben a szakmában.